Na, most jó lesz. Remélhetőleg. Oké, jónak tűnik. Na, elnézést, kis technikai problémák. Az overlay-em úgy döntött, hogy eltűnik. Egyszerűen. Meg nem is csináltam vele semmit. És most se csináltam semmit, hogy visszajöjjön. Csak annyi, hogy újraindítottam az OBS-t. Úgy tűnik néha kell ilyesmi. OBS az már csak ilyen, sose lehet tudni. Mire vállalkozik az ember. Ah, most ez is. Komolyan mondom, ezek a technikai problémák folyamatosan feljönnek. Na. Jó leszel te. Úgy. Tökéletes. Oké, mindenhol ki is írtam a dolgokat. Akkor csapjunk bele a streambe. Következő napokban kis streamecske lesz. Facebookra ki is írtam. Lehet, hogy csinálok egy ilyen komandot. Chatre. Szerintem Nightbotos komand, ugye? Hogy vagytok, hogy vagytok? My Reggel? blade is at your service. Nem, reggel van már, Vito. Mármint, jó, attól függ, kinek mi a reggel, persze. Ki mikor kell. Szeva csacsi, jó gémet, vezérezredes, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Meg is lesznek a jó gémek, remélhetőleg. Mondjuk most jó pár napja nem játszottam, de bele kell majd lendülni. Igen, akartam egy extra komandot csinálni itt a Nightbotnak. Red Bull verseny, ez lesz majd a command. Nagy színpadi meccset a Spandau csapat ellen. Oké. Red Bull verseny. Na. Oké, most szerintem akkor ezzel mindent be is állítottam. My blade is at your service. Majd azokat a kommandokat lehetne frissíteni végül is. Nem baj. Na. Nézem is, hogy miket írogattok itt éppen. Kis Tufla, köszönöm szépen a feliratkozást. Üdvözöllek. Kicsit sötét van nálam. A fény az már aktivál van, ennél sajnos világosabb nem lesz. De hogyha valami fehér ablakot megnyitok, mint például a csetet, akkor az szerintem fényt fog vetni rám. Meg lehet, hogy játékon belül ezzel nem is lesz probléma. Na, gyorsan egy kérdés, ugye a mikrofonom az most új headsetem van, úgyhogy nem tudom, az szerintem jobb. Így amit leteszteltem hangot, az jó volt. Tehát nem hallatszott be így a lélegzés, meg stb. Ami ugye probléma volt korábban. Teljesen jó, rendben akkor. My blade is at your service. Szidi, köszönöm szépen a Rissabot 12. hónap Júni csacsi stream, halihó. Pont ma jutott el az eszembe. Kéne egy kis fény a pofidra. Na. Be is lettem autofillelve midlane-re. Remek. Top. Prefer. Hát ez a Rumble OTP-t adja nekem. Nem tudom, hogy Rumble OTP, de hogyha már így Rumble-t háborozik, akkor lehet, hogy könnyen OTP. Szabíz! Köszönöm szépen a feliratkozást! Jó estét neked is! Jó, van ez egy poppy midlane lesz akkor. Mit bannoljunk mi kellemetlen poppinak?
long range mage-ek általában. Syndra-t azt rühelleni szoktam. Syndra, Orianna, ilyesmi. Syndra az talán rosszabb, mert Oriannát azt még ki lehet dodge-olni. Ah, kibannolták Rumble-jét, hát jól van. My blade is at your service. Harald Nucuson, köszönöm szépen a 7. hónapot. Szúrjad neki csacsi végre stream. Nyomatjuk, nyomatjuk. My blade is at your service. Onivia middle-en leszek, oké. Okay. A lehet Gwent lehetne hozni szintén. Nem is tudom. Azt mondom, hogy jungle pikkeljen, és akkor utána el lehet dönteni. Jungle! Ez az. Már nekem ilyen niche pikkeim vannak itt midlane-re. Ugye ilyen speciális top lane pikkek. Ha nidalizik, akkor tudok hozni poppit. Adok neki prioritást, aztán megnyomjuk. Kinjal! 24. hónap, nagyon szépen köszönöm, tengerői tiszteletem. Neked is, tengerői tiszteletem. Maradok a Big Ben? Maradok, igen. Én maradni fogok a Big Ben. És érkezik is majd decemberben ez a Red Bull verseny, amit ugye még korábban említettem. Még jóval korábban. Már lehet, hogy ornideznem kéne, az még nem tűnik itt rossznak. Kis extra engage a csapatba, az nem ártana, szerintem ornidez. My blade is at your service. Poppit azt nem érzem, hogy az túl sokat adna ezek a hősök ellen. Itt belokkoljuk az ornidet. És reméljük, hogy a top lane nem tud valami carry hőst játszani, mert hogyha tankot hoz, akkor az problémás lesz. Magic resist. A többi az jónak tűnik. Hey Serkse, how you doing? Datamessa, köszönöm szépen a feliratkozást. Szia csacsi, rakt majd Inosba az egész SKT-t, GG easy. Inosba rakjuk persze. Ki az a Zeus? Mit szólsz a VB-hez? Beszélni róla pár mondanot? Szerintem elég magas színvonalú VB volt. Döntő az lehet, hogy kicsit, my blade is at kicsit your underwhelming service. Lett, de hát ezt lehetett tudni, hogy az SKT ugye le fogja darálni a Weibo-t. Igazából az igazi döntő az a JDG elleni meccs volt. Nice, nice. I see you stream a lot too. Let's go. Mit gondolok az újításokról? Pályaújítások, meg a nosorpit? Meg a nosor. Hát érdekes lesz, az biztos. Nem is nagyon tudom, hogy mit lehet vele kezdeni egyenlőre. Majd ez akkor fog ugye kiderülni, amikor valóban be is jönnek az újítások. Vagy nem is figyeltem, most volt egy patch manapság. És nem játszottam az elmúlt 4-5 napban, úgyhogy nem figyeltem, hogy egy új patch kijötte. De szerintem még nem járunk az újításoknál, ugye. Ez Grasp of the Undying, az lehet, hogy nem a legokosabb döntés volt. Na, belefér, belefér. Mi a hézag? Minden rendben, megy a felkészülés. Na tehát akkor decemberben lesz ez a kupa. December 9-én fogunk játszani az Eintracht Spandau csapata ellen nagy színpadi meccset. Annak a győztese pedig játszik majd az SKT-vel. Ugyanazon a napon, ha jól tudom. De ilyen részletesebb schedule-t azt még majd kiírok, hogyha én is tudok. Szerintem kora délután lesz a mi meccsünk. Na, na most erre kéne fókuszálni. Ugye, 4-5 napos kihagyás után ne fideljük szét a meccset, főleg így autofieldként. My blade is at your service. Az kellemetlen lehet. DK! Sakó IRL, köszönöm szépen a feliratkozást. Valamit rátunk erre az Anivia-ra. Na, mehetsz, mehetsz. Mehetsz! De lassan ment, volt pedig lehetősége. Uh-huh.
Ah, az meg lesz. Gyere, gyere. Hogy kéne ezt majd megjátszani, ezt a matchupot? Szerintem kipoklom húval. Erősebb, ki tudom sustainelni egyébként, ha nem nagyon ütnek ide az autó attackjai. Csak a végónak a gankjére kell majd vigyázni. Még ignite-ja is van, ezt ne feledjük. Szerintem az E betűt fogom kihúzni, mert ha még egy Q betűt betalálok, és azt tudom kombózni E betűvel. Aztán kidodzsoljuk. És most kéne figyelni ugye a Viego-ra. Az keményet ütött oda. Szerintem hagyom most bounce-olni a lényt. Tartalékolni kéne az elbetűt, még ha jónak is tűnik a beugrás, nem tudom, hogy hol a Viego. Valószínűleg mid... Én bármikor, amikor midlent játszok, akkor szét szokták campelni, hogy... Nekem nagyon passzívan és óvatosan kéne játszanom. Farmhoz. Nem állunk rosszul ebben a tekintetben. Köszönöm szépen a Hype Train-t, srácok! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat. Viego boton lesz. First blood. Hát nem tudtam, hogy ott lesz, de elég egyértelmű volt. Double kill-t is szeret. Micsoda wave clear-je van az ornak. Következőt is be tudom tolni gyorsan, az Anivia ugye Ignite-tel játszik. Minimális farm előnyt sikerült kialakítani. De... Nem arról fog szólni, hogy kinek lesz farm előnye miden szerintem. Ez nem arról fog szólni. Várod már az S2-t jelenni meccset? Hát csak akkor játszunk egyébként ellenük, hogyha meg is nyerjük a Pandou ellenit. De a rák ne tessen. Aha, jön a Nautilus gankelni. Haha, azért nem kis miskád az orn sebzés. Van a Viego. Gyere, 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 ráflesselek. Megöljük.
Ah, pont átlépte a level 6-ot az Anivia, amikor rá akartam flash-elni. Neki is kijött a flash-je. Ezt tudjuk pont ezt elvenni, hiszem. Elhasználtam az ultimit, ugye. Oda lehet futni végül is. Menni kéne, nem hiszem. Megyek vissza top midre. An ally has been slain. Az a baj, ugye vesztésre állt a botunk, és kérdezik, hogy lesz kontesztálni. Több okból kifolyólag. Platinget bezsebelünk. Meghalt Renekton. Most már perma priora lesz az Anivia-nak. Nincs neki flash. Nem lesz jó az a river. Jam a level 6-os. Na, azt nehogy behúkolt, nehogy behúkolt. Itt lesz a Janna meg a Viego is. Na, szkélelni kell ezen a meccsen. Ezt megnyeri? Dehogy nyeri. Enemy killing spree. Maypeach, köszönöm szépen a feliratkozást. My blade is at your service. Nem biztelve. Autofieldként álljuk a sarat minden, de ez kevés lesz a győzelemhez, srácok. Nagyon megszabadult az ellenfél végúja. Nautilus is meg fog halni, itt van egyébként a kagok, ne? Valamit kéne csinálni vele ezt a meccset. Kaotikussá tudjuk tenni. Tehát nem tudjuk semmivel. Ez másodperc az ultim.
azzal lehetne talán. Ugye a végül az iszen szett. Elindulok top lane-re. Ott még van esély valamit alkot. My blade is at your service. Marcus 21. Köszönöm szépen a feliratkozást. Halihó, halihó. Na. Oké. Okay. Ez veszélyes. Már keményen itt az anémia is. Elég kevés HP-val. Ezt fel kell adni ezt a mitmentorját. Figyelem majd hát a botnél tudok képvizni. Esetleg ott dive-olnak. Menjünk, menjünk. Ne engedjük őket pusolni a következő vévet. Nem jön ennyi, Dali? Nagyon jó. Ez kellett is. Ez nagyon kellett. Eléggé bedisrespekteltek minket. Kevés HP és lény. Elég jó setupunk van nekünk. Na jól van. Kicsit halk vagyok? Megnézem, hogy tudok-e majd rakni még extrát. De szerintem alapból halkan beszélek, az a probléma. Nem úgy tűnik, hogy tudnék extrát rárakni, egyébként így is maxon van a hangerő OBS-en belül. Az a Janna az out of position. Nagyon lassan eszmélt a Nautilus. Még az ilyesmit azt nagyon gyorsan észre kell venni, főleg ha ing és szőst játszik valaki, akkor ezt valószínűleg figyelni kell, hogy mikor kerül out of position az ellenfélt egy játékosa. Your turret has been destroyed. Ez már. Az kifutasson. Na, vigyázni kell a Vayne-nel. Tudjuk jónak, ez 4v5 srácok. Legalább Nile Lang farmol egy kicsit. Legalább a Nile farmol, nem baj az. Van TP előnyöm, de nincs full team.
Leszettünk egy egész tornyot. Dában itt kontesztelni lehetne az a sárkány. 40 másodperc. Én oda le tudok jönni, van TP-n. Szerintem ennél jobb lehetőségünk nagyon nincsen. Itt kell meghúzni a ravaszt és ledarálni őket. Hidi papa már lepült volna rá, hát az biztos. Jól is tette volna. Aha. 10 az ultim. Reménykedtem, hogy ideli speed be lehetünk dobni a Janna-ba. Le van sötoljuk, de nem lesz ki sajnos. Hát ja, ez egy olyan meccs egyébként, ahol tankot játszani nem a legélvezetesebb. Mert 10-2-es Viego-ról beszélünk. Hát bármit építenék, még ha nincs a tabim is lenne, az se sokat segítene. Hát nem tudom, hogy az őket küzdjünk még velük egy kicsit. Szerintem megpróbálhatunk velük kicsit még megküzdeni. Mert azért nincs olyan rossz team kompunk. Van egy 060-as Nylank. Nem is nézem, hogy közben mi folyik itt. Az nem TP-zek, az a végig oldó vettek. Van így VR-ra ráutizok. Teljesen le van sötő ez a Viego. Elbetimet egyszer elhasználom, már is meghalok. Ajajaj. Na, TP megéljük. My blade is at your service. Your turret has been destroyed. Ah, annak van lesz jó végig. Van valami az betűzünk. Sebzésünk nincsen. Nem így elég itt jön. Remek. Nylank pedig nem akar visszajönni. De miért nem? Meg így lehet egyébként a legnagyobb comeback-ket csinálni, mert ezek valószínűleg overextendelnek. Most lehetne emberelünk kialakítani, hogyha az 1v1 erőltetése helyett inkább ide jött volna. Valószínűleg megkapta volna a shutdown Diego-ból. Van olyan underleveled mindenki egyébként. Level 11-es vagyok. Az egész topside level 11-nek, meg 13. Vagy comeback kéne ide. Megpróbáljuk itt. Your turret has been destroyed.
Valahol. Csizeljük még kicsit. Na, vagy bele fogok szaladni egy... ...vénybe szerintem. Megcsinálták a meccset. Na, én is rámegyek az igenre. Ez most már szenvedés innentől. Mondjuk a Nyla az megerősödött, szerintem az kell is. My blade is at your service. A summoner has disconnected. Defeat. A Renekton Orn az egyébként elég rossz kombó. Reménykedtem, hogy valami hasznos top lane-t hőst tudunk ezzel hozni, hogyha már belokkoltam az Ornt, mint Autofield. Tud adaptálni és valami sebzés orientáltabb, szkélelős hőst hoz. Még ugye hozom a CC-t meg a tankosságot. Szerintem a Nidával akarta kombózni a Renektont. És talán még működhetett is volna. De... ugye megöltük az Aatroxot. Vagy megölték. És onnantól az Aatrox le szóló killelte a Renektonunkat. Ott volt probléma szerintem. Hú, mennyi feliratkozás érkezett közben. Nagyon szépen köszönöm, Eilorf! 29. hónap, halihó, jó felkészülést. Köszi szépen, Eilorf! Markus Hun. Végre újra itt. Nagyon szépen köszönöm neked is a feliratkozást. Tomsi 96. 27. hónap. Köszönöm szépen. Imperial 28. hónap. Nice to see you. Köszönöm szépen neked is. Titeket is jó látni. És következő három napban lesz több stream is. Ugye mai nap, holnapi nap, meg azután is lesz majd stream. My blade is at your service. Próbálom kicsit climbolgatni. Aztán remélhetőleg sikerül is. Adió 9110, köszönöm szépen a feliratkozást. Újra Pécset, nem vagyok most Pécset, Essenben vagyok. Zenefüleimnek stream maraton lesz. Megpróbáljuk kiklimbolni ezt a challengert még a bootcamp kezdete előtt. Nem vagyok szerintem olyan messze tőle, 930 LP-n vagyok most a vereség után. YouTube-ra felmegy, felmegy természetesen, igen. Csacsi stream korai karácsony, az bizony. Az overallt vegyem egy picit, oké. Okay. Ezt levettem az overallt egy kicsit. Minusz 3-ason volt, most leraktam minusz 4-re. Az szerintem... hoppá, de alapból szerintem itt vannak. Na, mondjuk ilyen 40-esen szoktam ezt kb. Hagyni. De ahhoz képest elég hangos nekem is. Szia Csacsi, jó újra látni! Kösz szépen Gábor, merre lesz a show match? Az Berlinben lesz. Tehát lesz egy gyakorlótáborunk november 30-ától. Maga a meccs pedig december 9-én lesz. Egy nagy színpadi meccs decemberben. Mi a különbség a Platina Emerald és a Grandmaster Challenger között? Szerintem minden. Minden képességben kb. Jobbak a Grandmaster Challenger játékosok. Hát mechanika, játék tudás, játék átlátása, reakcióidő. Mindenben jobb a Grandmaster Challenger szint. Üdvözlet, klóros víz! Mi a véleményem a mapváltoztatásokról? Én úgy vagyok egyébként vele, hogy ezek a frissítések jót tesznek a játéknak. Majd valószínűleg kicsit furcsa lesz az újítás, de egy hónapon belül már mindenki hozzá fog szokni. Nem lesz azzal a probléma. Kell is a játéknak egy kis frissítés most már. Csak item change-ek voltak, meg talán egy-két rúna változtatás, de alapból olyan nagy változtatás nem akadt mostanság. Úgyhogy
Nem árt neki egy kis frissítés. Shaco gameplay. Shaco top ellen. Nem játszok gyakran Shaco top ellen, egyet nem láttam. Őszintén szólva ez nem hangzik viable-nek egyáltalán. Hát, top lane az nagyon arról szól, hogy domináns hősöket kell hozni. Ha nem hozol domináns hőst és teljes mértékben átadod a lane controlt az ellenfelednek. Tegyük fel az ellenfél pikkei rumble-t, amit behozol egy Shaco-t rá. Nulla lane control. Egy trade-et se tudsz nyerni, és ez csak abból adódik, hogy a hősöd az egyszerűen jóval gyengébb egybe, mint az ellenféli. Ugyanígy Renekton, stb. Ellen nem fogsz tudni lane-elni Shaco-ként. És emiatt ez lehetetlen, hogy viable legyen toppom. De ugye solo queue az más tészta, ott minden működhet. Azért, mert be tudsz állni, passzívan játszani. Az nem zavar senkit, hogyha 60 millió hátrányod van. Mert solo queue-ba úgyis sok az overextend, tehát lesz lehetőséget comebackelni így is, úgy is. És sok killt fogsz kapni. Hogyha okosan játszod. Tehát a solo queue az inkább arról szól. Hogy lehet a legeffektívebben megszerezni a tudást? Erre recept az nincsen. Ez nagyon sok időt és energiát kell ebbe beleölni. Igazából az a kulcs. Megint Nidalee jungle-ünk van. Ez nem tetszik nekem, mert nekem jó sok AP hősöm van topra, amiket szívesen hoznék. Például a Kennen, Rumble, Gwen, ezeket szívesen hoznám, de így Nidalee az rögtön meg is öli ezeket a pikkeket. Valószínűleg egy AD-s toppos felé kell néznem. Renekton-t azt kibannolták, hát akkor marad egyelőre a Poppy. Mert Nidalee-nak tankos hős is kell. Rengar ellen működhet is, meg Akari ellen is. Szerintem az bevállalható. Poppy az jónak hangzik ezen a meccsen. Le is lokkolom. Kamil, na kezdjük kicsit lassacskán, kezdjük a main hősökkel bemelegíteni, ugye. Említettem, hogy egy ideje nem játszottam, úgyhogy kicsit rusty vagyok. Nem árt, hogyha a legjobb hőseimet hozogatom. Most a mai nap során. Kicsit megkönnyítsem a magam dolgát. Akali, Akali, Akali. Így nem lesz kevés HP, ugye mid is AD? Kicsit kevés lesz, de ez nem vészes, mert az ellenfélnek nincsenek... nincsenek olyan hősei, akik Magic Resistet tudnának, vagy sok armor tudnának építeni, bocsánat. Jace? Nem. Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy az ellenfélnek milyen hősei vannak. Hogyha az ellenfélnek Rengária plusz Akalia van, te nagyon nem akarsz Jace-t játszani ezen a meccsen, mert ez a Rengar kicsit elfidelődik, 7-3-ban van, vagy valami hasonló, nem tudsz játszani Jace-ként, le fog one-shotolni folyamatosan. Nem vagyok a híve ezeknek a pikkeknek szólókúban annyira. Ha csak a team combo nagyon jól bele nem illenek, de Nidalee Jace alapból szerintem förtelmes kombo, mert hiányzik a CC, hiába nagy range-et. Az csak úgy működne a Nidalee Jace, hogyha miden beáldozná magát a mides és valami tankos CC hőst hozna meg, a supportod is CC-vel rendelkezne, de hát ilyesmit solo queue-ban nem lehet aztán elvárni. Na, Akali OTP ellen játszhatok, remek. Na, ez a matchup egyébként teljesen nyerhető is szakadnak. Nekem egy vanaflót, köszönöm szépen. Sokan ideli manapság. Sokan ideli manapság mondom. Két meccset játszottam, két ideli. Ja. Végül is az soknak számít. Na, Doran's Shield ellen. Rendben. Ez egy jó ward itt nagyon. Sokat lehet majd látni. Szerintem a Nidalee invade-re fog rájátszani, úgyhogy bepusholom toppot. 2 millió wave-et rákreselek az Akalira. És onnantól tudok segítkezni az invade-ben.
Szerintem nekem van prium. Ja, nekem ez prium. Botunkat már meg is ölték. Comeback kill. Torony, mondd meg nékem, miért lettél rám? Ilyen rossz időzítésben. 3 évet kellett volna crashelnem, elég lassan invade-el a Nidali. Azt mondom, hogy egy gyorsabb invade-et fog kitolni. Vigyázni kell egyébként Ignite-on. Hát jól látja Nidali, hogy ennek nincsen dupla V-je. Ja, hát ez van Nidalival CC nélkül genkelni. A Minion Wave is ugye meghalt. Ez csak egy nagyon rossz időzítés volt. Viszont... Ekkora level hátrányba kerültem, úgyhogy... Hatalmas a level hátrány. Szakari hamar át fog elépni a hatot. Midet kéne begenkelnem, hogyha az Orianna maradna? Nem rossz egyébként ez végül is. Vesztett elég sok miniont. Akkor bele is haltam. Itt van egy recall előnyem is. Nem vészes. Csak jóval gyengébb leszek most nála. Fast push.
Slow pusholok. Vagy Zakari ott van. Never mind. Fast pusholok. Plating belefér. Jó, de greedy. Meg fog halni. Nem fog meghalni. Akari master. Az OTP-k azok tudják a limitjéket. Soha ne kérdőjelez meg egy OTP. Kiérkezik Orianna? Az nem problémás. Hát jön jól. Asszisztot nem kapok, nem baj. Vörcsük. Jó. Lényeg, hogy meglett. Jó ne az ilyen hős, vissza bele kell még jönni. Nehéz. Nehéz mindent betalálni. Vissza kéne swappolni, ez nem jó. Nem tudok lénelni Oriannál. Ranged versus midi. Jól van, remek, remek. Katasztrófa is lenne Simont, és még meg is ölik mindkettőt. Ajajajajajaj. Plating-et tudok szedni. No, not bad. Kiderődik a Nidali. Jó nincs, megfogta az Oriannal. Thank you.
ezek szerint az ultiát aktiválta eleinte. Szokosan csinálta. Azt hittem az E betűtét aktiválta. Ezt ügyesen csinálta. Jövök segíteni nekik. An ally has been slain. Turret plating will fall soon. Skill checkben nagyon kaptunk ezen a meccsen. Mechanikailag jobban játszik az ellenfél, ennyi. An ally has been slain. Egy torony talán még lehet tök szedni. Az nem rossz végül is, egész sok aranyat kaptam belőle. Mégis viszont mindig kitemet. Akkor több armort kéne stackelni. Elég fedesek a... Elég fideltek az HD és hűség. Rengár annyira nem fed, de nagyon fedült az azért. Ekkora tenacity-a volt neki. Tupla Q-mat nem tudtam kinyomni. Én is kis támbőrtet vagyok. Mindenre van counterplay. Lefutok botra, de nem hiszem, hogy ezt le tudnám egy védjét. Talán minden. Valahogy úgy érzem, hogy ezt nem kéne pontosztani, srác. Valami nem fog oda tépőzni, ez fasz.
Enemy double kill. Jó. Akkor pusolok még egyet. Desperation player. Tudom megölni egy végbe, két itemje van nekem, meg egy. Futás. Enemy rampage. An enemy is unstoppable. Jó comeback. Nosort ezt fel lehet adni, ez nem probléma. Ha odafutok, van egy orbom. Nem tudja belopni. Nincs flashy az Oriannának. Thank you.
Ez nyerhető egyébként. Jó szkélelünk nagyon. Nagyon erősen szkélelünk, a Jinx az megöletetlenné fog válni később. Úgyhogy szerintem ezt még meg lehet nyerni. Hú, a Janna, mit csinálsz? Tényleg ilyen kevés hátulat kell itt prolongászni. Jól van. Több Magic Resist kéne. A Abyssal Mask az jó lesz, ez egy olcsó item. Nidalit fel ez is. Azon gondolkodtad, hogy kezdik el egyíteni Sunfire, de szerintem az elég jó szükség, nem mondtad. Mi fog esni erről? Miért kell mindent megkontesztelni ennyire? Szerintem poppy ulti nélkül nincs esélyünk fightot nyerni. Egy jó poppy ultival meg simán tudunk. Két inhib ledől. Igazából most arról szól a játék, hogy ez az idő alatt fel tudjuk magunkat farmolni, hogy két inhib ledőlt ugye. Akkor simán vissza tudunk jönni. Hogyha ez idő alatt nem endelik az ellenfél a mostra. Ha beendelik, akkor meg persze elvizsgálunk. Orianna-ez vajon. Disrespectful. Disrespectel minket. Na meg is teheti. Elég fett. 11-5-ös Orianna 3 utánban. Smashort is fel kell ad.
feladjuk azt az inhibit. Ember előnyük van. Ezt lehetetlen megküzdeni. Kettős ember előnye nem nyert. Renata OP, nem hiszem. Egyszerűen csak jobban játszottak nálunk. Nem mennék egy oktató jó meccset toppon. Hát most két tank meccs után tényleg nem nagyon értem a tankokat a következő meccsre. Mert egy bizonyos szintnél többet nem tudsz adni tankként a játékhoz. Sajna bajna. Nem volt a legjobb meccsem nekem se nyilván. Ugye elég rosszul kezdődött. De például a második halálommal az Orianna lefutott, az pont, hogy ugye meghalok, ő elhasználja a flash-ét, ultiát, utána meghal ő is, mert megöljük. Tehát ilyesmiből én nem fogok előnyt szerezni, de ebből valaki másnak kell előnyt szereznie. A Zakarinak az all-in-jét meg teljesen benéztem. Előtte. Vagy utána. Ezt nagyon okosan csinált, ért, még nem nagyon láttam a Kaliktól, hogy ugye rádobja az E betűjét a poppira. Ha csatlakozik az E betű, akkor ultit elnyomja. És hogyha leblokkolod az ultit a W-ddel, akkor az E betűvel még rá tud tapadni, és utána van még egy kettes ultia. Ezt nagyon ügyesen csinálta. Erős kombo, erre vigyázni kell. Na de erre pont jók ezek a solo queue meccsek, valamit mindig lehet tanulni. Főleg ha OTP-en lejátszol. Ez matchup practice-re nagyon jó. Nyilván ez a kettő wave crash-em ez nem volt jó, mert nem tudtam olyan idelni, mikor akar invade-elni. Azt hittem, hogy buff után rögtön invade-el, tehát red buff into invade ezt fogja csinálni. Ezért is crash-eltem két minion wave-et. Hogy aktivizáljam magamat, aztán megettem egy toronylövést, ez elég rossz volt. Ja, igazából szép lassan elvesztettem a HP-mat toppon, pedig itt ki kellett volna szorítani az Akarit early game-be. A kb. Ez az egyetlen fázis, ahol a poppi erősebb az Akarinál, ez az early game. Ilyen level 6-7 után nehéz trade-eket nyerni, Akari azokat megnyeri 1v1-ben. És hát a gank threat az ugye elég magas rajta, de nem tudom, Nidalee poppi az mennyire erős. Nincsen ugye fix CC-m az ultimon kívül, ami túl rövid idejű, hogy a Nidalee betalálja a dárdáját. Orianna azért megy solo queue-ba állandóan. Oriannát nagyon sokat látok, azért ezt nem. De Orianna az minden meccsen van kb. Szerintem kiküldöm az Akarit a következő meccsen. Ez egy olyan hős, ami... Nem szeretek ellene játszani. Még Poppit az egyik legjobbnak is tartanám Akari ellen, de lehetett látni, hogy ezzel is nagyon megszenvedtem. Renekton talán a legjobb. De ezekkel a hősökkel is az a baj, hogy Renekton-t solo queue-ba hozni, aztán ilyen Ashenata-k ellen játszasz, Ashenata Orianna, az nagyon nehéz. Teljesen kikájtolnak. Ha nem tudsz rákerülni a backline-ra egy flash W-vel vagy valami hasonló, akkor teljesen kikájtolnak. Ilyen hősöket se nagyon szeretek így solo queue-ban be blind pickelni. Valami olyasmi kell, ami... ...nek van jó backline fretje, gondolok itt ilyen...
Gwenre vagy hasonlóra, azok szerintem elég erősek tudnak lenni, GP. Nem tudom, hogy akar jelen ezek mennyire játszhatóak, de be lehet őket vállalni valószínűleg. Rumble az biztos, hogy jó. Ja, mondjuk Rumble az acélos. Lehet behozunk egy Rumble-t, hogyha nem Nidali jungle-on van megint. De szerintem ez a két meccs után én most már nem pikkelek a team compra, mert úgyse játszok meg rendesen. Hát most kétszer hoztam a CC-s tankhőst, mert Nidalit hoztunk. Ami nekem ez, ahogy egy kompetitív szemmel ránézek, ez a hős ez csak akkor működik, hogyha van neki setupja, tehát CC hősök. De ha a Nidali játékos maga nem kiemelkedő, már pedig egyik sem volt az, akkor maga a hős az nem fog működni, mert ez olyan hős, amivel nagyon carryzni kell. Láttam már Nidalikat, akik ilyen megszaladnak a meccsen és ilyen 11-3-mal bekezdenek, aztán onnantól megállítatlanok. De egyik Nidalim se az volt sajnos. Azt pedig nem akarom, hogy ezekre ráhagyatkozni. Úgyhogy hozom majd a saját hősömet, tök mindegy, hogy mit hoz. Oké, szerencsére Lee Sin-ünk lesz. Akkor talán benne is hagyhatom az Akalit. Renekton bannolt az előzőben egyébként az OTP. Küldöm a Kai'Sa-t, és azon gondolkodok, hogy egy Rumble-t betolok majd, az jó lehet. Esetleg egy Cannon-t. Valami hasonlóban gondolkozok jelenleg. Kicsit ilyen sebzésorientáltabb hőst, most elég volt a tankból. Jó Z-top. Amri! Nem hiszem, hogy Z-top az ezen a streamen látható lesz. Nem vagyok Z OTP. GP mehetne? Meglátjuk. Csogatusszal itt swappolunk egyet. Hát a bevételi az ellenfelet. Csogat bottom lesz. Megnézem milyen midünk lesz. Hogyha AD midest hoz, akkor tudok rumble-ozni. Esetleg cannon-ezni. Hogyha nem, akkor tudok jó nézni. Az se rossz itt. Ha Orianna-t hozunk, akkor Jónét fogok hozni. Autofield top. Autofield a jungle-em, jól van. The Shy Graves játszott Aatrox ellen. Ja, láttam. Nem vagyok nagy Graves játékos, és nem is nagyon akarom erőltetni. Nem tartom annyira jónak ezt a hőst, csak iszonyatosan jó nem vagy vele. Mindenképp AD hős kell, ez jó lesz szerintem. Mit hozzunk? Bomb plating, second wind. Amit láttam, hogy Jóné-ból általában elég push orientáltan játsszák a Jónét. Folyamatosan próbálja bepusholni az ellenfelét. Kicsit okosabban kell majd solo queue-ban azért játszani. Mert itt nincs akkora control toppon, tehát lesznek olyan szituációk, ahol respektelnem kell. Majd figyelni kell, hogy hova páfol a belvet. Meg a bard, hogy a bardjuk van, az nagyon rómolni fog, Pyke is nagyon rómolni fog. Ilyen rómolós meccsé fog alakulni. Durant's Blade vagy Durant's Shield? Nagyon Durant's Blade. My blade is at your service. Most kicsit megpróbálok. Megpróbálom kiiktatni ezt a írogatásos dolgot. Annak értelme egyébként nem szokott nagyon lenni, amit írnak az emberek.
30 seconds until minions spawn. Előzőben is a Janna support próbált nekem tanácsot adni, most nem tudom. Hogyha látok jó út is lehetőséget, akkor ki fogom használni, ez nem arról szól, hogy... Trollkodásból nem használtam az ultimat. Leasing topra pálfol, oké. Vaksi, köszönöm szépen a feliratkozást! GLHF, köszönöm szépen! Kivordulunk. Kéne vállalni a kettőt. An enemy has been slain. An ally has been slain. Moment, mi akarok jönni? An ally has been slain. Szenvedős meccs. Mit csinál a díszínom? Jó látni amúgy, kösz szépen Ambri. Téged is jó látni. A Cho'Gath botlane az, aki a legjobban nyomást gyakorol a meccsre. Én meg a Cho'Gath botlane.
Nem igen keretetlen vagyok, van ulti, van flash sem. Belvet az ott lesz. Gondoltam, hogy előre ugrik, az engem is megöltek. A dupla V-be talál, mindegy, megérte, ott egy shutdown belőle. Az utolsó dupla V-met elmiszteltem, szerintem kijövök oda talán. Not bad, not bad. Part is fesset, szerintem lehet még a belvet is fesset, rabban. Valószínű nem. Az meg lesz. Okay. An enemy has been slain. Kitől kell felnem Bartól? Most látjuk egyébként. Egyedül a belvettől félek most, hát a bárdot rómolgat. Vigyázni kell a belvetre.
Hol van? Gyorsan beszerezzük a Kraken Slayer-t. Szemesszor ki kell jönni srácok, milyen gyorsabb. Ó. Nagyon sötét vagyok a kamerában. Sajnálom, ennyi fény van ebben a szobában. Nem néztem a botlane playt, néztem hoppá. Ez elég... elég rossz halál volt. Upszi, upszi. Meg shutdown-t is adattam. Már legalább elvittük a... Varus-t is, a Pike-ot is leshutdown-olták. Jó, kicsit eltrollkodtam ezt most, de az előnyem ez továbbra is valamilyen szinten megvan. 15 a top flash. Nem tudom én már. 40 másodperc. Kipusolom topot, aztán tudok rómolni. Nem kell bemenni. Jól van. Igazából megvárom megint az elbetűmet, aztán bepusholom. Turret plating will soon fall. Ja, az a belvet nagyon kell. Jajk. Enemy double kill. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Syndra nagyon erős. Ezt gyorsan le kéne one-shotolni ezt a heráldot. Ennyire környén csak ránk tudtak jönni. Azt hiszem itt lett volna a kontrollunk e körül. Tudok szerint van. Rossz volt a szinergiánk vagyok. Köszönjük a kérdéseket.
fejlesztettem. Lehetne sárkányozni is egyébként. Bárdult vissza. Az gyönyörű volt, Bárta ráhoztotta Belvetre és ezzel túlélte. Orianna comeback-elt, Cho'Gath elvesztette az előnyét, meg én is elvesztettem az enyémet. Mindjárt level 13-as lesz Aatrox. Ja, azt le kell dobni ezt a Heraldot. Ide rakjuk. Hát ez nagyon rossz lesz. Bard úgyis le tudja egyébként ultizni. Egy ilyen fett szindrával elbírok. Talán az itemem után. Tépje egyébként a Syndra-nak. Ember előnyünk lehet. Lehet, de nem lesz. Jöhet a Hullbreaker. És én is benézek itt a szakcióba. Nagyon mozgékonyak egyébként.
lesz ebből így. Ez nekem nem tetszik, nincs AD-kérünk nekik van. Barda tudok ingézni. Valaki nem akar jönni? Sorozni? Torony még belefér gyorsan. Sokátnak is van TP-je, ja, lehet kontesztelni. Na ezt odaadják, mert utána botnak. Ó, ezek jönnek. Próbáltam max sebzést kitolni. Ezt fel kéne adni ezt a sárkányt. Nem kell erőltetni. Megyek ki pusholom topot is. Kár, hogy a belvetet nem kaptam el a flash kummal. Nyomás alatt éreztem magamat, mert már meghalt valaki. Láttam a bardult is. Próbáltam minél gyorsabban becsatlakozni a fightba, de nem tudom. Inkább a bardot elvittem, nem olyan rossz az flashed bardért. Nem a legjobb, de nem is rossz. Kellett volna belvetre menni a bart helyett. Lehetséges. Hát ezen javítani kell még jó néma. Gyors döntéshozata. Ez pont egy olyan hős, amivel rengeteg választásod van egy teamfightban. Általában az én koncepcióm az az, hogy felsztekkelni a Q-t minél gyorsabban kettőre, és akkor utána körülnézni. De hogyha elmisszem az első Q-t, akkor általában rászállalozok gyorsan egy targetra, hogy gyorsan a két Q-t megszerezzem. Ja, az volt a fő probléma, amikor előre ugrottam, el is visszajöttem a kibetűmet, és emiatt lelassult a play-em eléggé. És nem tudtam ráfordulni a belvetre, úgyhogy inkább azon kéne javítani szerintem, hogy az eleje flottul menjen, és tényleg akkor ugorjak előre, amikor úgy érzem, hogy a kubetű 100%-osan be fog találni. Na most nem voltam benne, hogy 100%-osan betalál, nem voltam benne biztos. De előre ugrottam, mert úgy éreztem, hogy ha nem csinálom, akkor my blade is at your service.
Na, mindig van Ori útink az is. Aztán így mit érte játszok több sebzésbe. Na, ezek a szint fajtok kicsit. Főleg, ha én majd kezdeményezi. Akkor elég gyors elevánsatolnak. Hát a probléma az volt, hogy rámentem a midwave-re, láttam, hogy a Syndra ott tolálkodik, próbáltam bebételni, de ő meg engem próbált bebételni. Aztán... Plusz a Gale Force mégis csak nem kell nekem szerintem extra sebzés playmakinget, ha jó. Többre kell becsülni. Jogar tudo ao seco, né? Miért nem hallgatnak rám? Ez egyértelmű volt, hogy elveszítettük a fight-ot. Mindenki elhasználta minden cooldown-ját. Örülhettünk annak, hogy egy a nulláért cseréltünk, ott kellett volna hagyni rögtön a sort, resetelni, és ember előnnyel is még kijönni a pályára. Csogát ez beállult teljesen. Tehát nasorkol, az szerintem nagyon jó volt, hogy láttuk a belvetet elmenni sárkányra. És mit csinált? Elvitt itt egy vévet, felsétált, elvitt itt egy vévet, és mire ideért? Ilyen 3000-4000 sebzéstől estünk el, és ugye a csogát útnak a szikjulolásától is. Ez pedig egy nyertes meccs volt szerintem.
egyébként a Lee Sin-ünk az nagyon betiltelt a meccsen. Oriannál kapok egy field proofot, ő elég szépen visszajött a játékba, meg erős tagja is lett utána a meccsnek. A Lee Sin-ünk az viszont teljesen kiesett a meccsből már. A level 3-as invade-je utána, mivel ugye befidelt a belvetet. Lesz a néző játék, nem lesz ma. Most rankedet kell climbolni. Solo Q spammelés ideje érkezett el. Nincs most olyan jó kedved, mint szokott. Mert három elég gyenge meccs volt eddig. Akarnék egy kicsit magasabb szintű meccset játszani. Tehát ez is nagyon alacsony szintű volt. Hogy lehet az, hogy... Csogatá... Mondjuk a Csogatá AD Carry volt pont a legerősebb játékosunk az elején. Hát nem tudom. Minden hatalmas hátrányjal indítottunk, ha jól emlékszem, 0-3-0-val. Toppon ugye előnybe kerültem egészen addig, amíg meg nem öltek a... a látatlan megbújással. Ott valószínűleg valamit egy elég desperate megmozdulásom volt, hogy válaszoljak az Aatrox TP-re, ugye. Ezt vissza is nézem gyorsan. Őszinte leszek, ott meglepett, hogy ilyen gyorsan odaértek. Akkor itt Vardokon keresztül jöttem át. Hol van? Inkább nem méltatjuk azt a play-t. Mr. Dragor, ott a neved? Bizony, halihó. Hány ilyen gyenge meccs kéne, hogy beláll és a billentyűzetet a monitorba? Nem állítom bele a billentyűzetet a monitorba, akármennyi ilyen gyenge meccs lesz. Legalább a részemről ez most egy erősebb meccs volt, ez a Jón is. Nyilván nem volt tökéletes, nekem is volt elég sok hibám. De stabil meccs volt, erős laning fázissal. És volt egy elég jó playmaking stílusom midgame-ben is. De nyilván outscale-elnek minket, mert nekik van AD-kerjük, nekünk nincsen. Illetve elég sok ilyen olyan hősünk volt, ami nagyon rosszul scale-el, tehát Lee Sin, Pyke, ezek nem scale-elnek jól, ez Lee Sin az inkább early midgame hős, a Pyke az midgame hős, late game-ben elég gyengus. Az enyém az jól scale-el, Orion jól scale-el, Cho'Gath az szintén nem scale-el jól, tehát ilyen elég vegyes, de nem volt fix CC-nk megint, tehát ez egy általános probléma solo queue, hogy nincsen fix CC. De hát mit lehet tenni? Így szeretnek pikkelni solo queue-ba, hogy ne legyen CC, hanem csak sebzés. De nyilván, hogyha az ellenfélek vannak ilyen hősei, mint Belved, Bart, akkor belröhöketnek az arcunkba, és nincs fix CC. Cho'Gath queue az, mikor fog egy Belvedet eltalálni? Soha. Igen, házas lettem. Már vagy másfél éve szerintem. Nagyjából. Az új videót láttam az következő szezon összefoglalójáról. Magát a videót nem láttam, csak hallottam, hogy nagyjából milyen változtatások érkeznek, meg láttam Twitteren is, hogy az összes itemet megváltoztatják, az nagyon durva lesz. Sokat kell majd gyakorolgatni, tesztelgetni. Kisakkunt, hogy csak 340-es szintű vagy? Nem, nem kisakkunt. Mondja, volt egy másfél éves kihagyásom.
Amellett pedig nagyon sokat játszok Smurf neveken. Meg is nézem, hogy összeadom a Smurfjeimnek a... Smurfjeimnek a szintjét. Mindjárt megnézem, hogy mennyi lenne. Na már megint egy ilyesmi lesz. Bart belvet. Kiküldöm a Bartot. Olyan 650-700 körül vagyok, ha összeadom a smurfjeimmel. Még másfél is nem fogsz emlékezni mennyi. Kassante open. Kassante ennyire OP lenne egyébként, szétnerfelték, nem? Láttam, hogy kapta a nerfeket. Én egy Kassante és meccset játszottam mostanában. És bődületesen rosszak a level 1 statjai ennek a hősnek. Level 1-re teljesen megölték. Azt elhiszem, hogy 8 kill-el, de level 1-en nagyon botrányos. Gwen az jó lehetne. Hoverölöm is. Antikartus hős, ugye? Lesz vagy volt Poppy meccsed ma? Volt, de attól még lehet. Hopp, hogyha ezt a Kalisztát belokkolják, akkor az már egy elég Poppy meccsé alakult át. Jarvan Kalista, ezeket meg lehet fogni elég jól. Ja, persze, Poppy az insane. Na, és akkor... Jón ellen nem a legjobb matchup laning fázisra, viszont nagyon leszkélelem a Jont. Mert az én hősöm az három hőst blokkol le teljesen, a Jón az pedig nagyon mobilis hősök ellen nem tartom jónak a Jón. Volibear top lane, oké. Okay. Akkor ez nem is Jón lesz top, hanem Volibear top lesz. Karthus support. Érdekes team compjuk van. Hozok armort, mert hátha valami. Extek Poppit hozzak? Na, maradunk Stargard. Váltok egyet Snowfoamra. Jó, nem váltunk. Persze kidodzsolják. Hogyha egy Kalista Poppit lát az ellenfélnél, azt rögtön dodzsolja egyébként. Érthető is. Ez szinte játszatlan neki. Itt volt egy feliratkozás, Axel Xiver, szia Csasi, nagyon örülök, hogy látlak, köszönöm szépen Axel Xiver. Mégse lesz Gwening. Hát lehet még Gwen egyébként. Kiderül a következő meccsen. Hogyan alakul a draft? Egy Illao is meccsbe is benne lennék, hogyha jól alakul az is. Ilyen Belvet ellen például nem vállalnám be az Illaoit nagyon, de Jarvan ellen elég jó tud lenni. Az itt Jon Poppy Last Poppy, ezt ikodni. Illó olaj. Illaoi. Maradsz inkább Gwen, Illaoi túl muscular. Helyes, helyes. Jó döntés. Body shaming-eled az Illaoit, aztán úgy teszel, mintha ez így minden rendben lenne. Látom, mi van itt Atlas Prince. Van mi, mit bannoljunk? Jó volt Kalista, Karthus, Jarvan. Lehet maradok a Bard bannál.
Lee Sin-ban se rossz egyébként, de maradok ennél. Jönni fog a Poppy-ban 100%-osan. Ah, nem jött mégse. Váratok mostanság sűrűbben streamek. Ma, holnap, illetve holnap után lesz. 30-án pedig utazok. Szeretek ilyen látatlan magvent pikkelni, de nem nagyon látok mást sem. Alapból top lane-t ilyen early-n pikkelni, az nagyon rossz. Mert rengeteg olyan hős van toppon, ami adaptál az ellenfél team kompjához. Legalább Karthus ellen erős vagyok. Illetve elég jól szkélelek. Valószínűleg Zonyára érdemes egyáltalán rámenni. Ilyen harmadik itemként talán érdemes lehet. Ha ki tudnám húzni a Riftmaker Nashortúv Zonya kombinációt, ezt a három itemet elérem, akkor nagyon erős leszek. De azt el kell érni, ugye? Meg aztán, hogyha egy item előttem jár valaki, akkor megint problémák vannak. Úgy kell ezt elérni, hogy én vagyok az egyik legerősebb a pályán. Renekton top, oké. Ez mi akar lenni? Akkor Karthus botlane karma, Karthus karma botlane. Rumble mid Renekton top. Mi van, hogyha Renekton mid Vladimir ellen? Annak sok értelmét nem látom, ez biztos Renekton top lesz, hozok armort. És akkor hozzak a second windet, vagy maradjuk a boneplatingnél? Second mid jó lesz. Kicsit ilyen Doran shield-es, defenzívebb kezdésre fogok rámenni. Mert szerintem ez a matchup ez teljesen arról szól, hogy kicsit felszkélelődjünk. Aztán erősebb leszek nála. Kennen az például ezen a meccsen elég jól tudott volna lenni. Mert sok az immobilis hős az ellenfélnek. Ha rá tudsz menni ilyenkor a backline-ra, akkor kiszeded őket rögtön Kennennel. Erős az. Van benne potenciál, az biztos. Hát... ez lehet, hogy mégiscsak Rumble top lett. Plusz egy ok arra, hogy Doran Shield-el játszunk. Ugye dupla sustain-re mentem rá, tehát még a Rumble top is, hiába, hogy nincs Magic Resist-em. Dupla sustain-em van. Second Wind-ből, meg a Doran Shield-ből. Úgyhogy ez szerintem nem lesz probléma, így se, úgy sem, mert ugye van TP-m is. Még le is rak alacsony HP-ra, vissza fogok tudni TP-zni. Megnézzük. És akkor ugye riftmakerezünk. sok sikert pie to pie. Pontban 20-kor szokott jönni. Ja, nem 20 után jól van. Előzőben is Karthus volt Kalista, akkor Kalista support lett volna, ezek szerint igen. Jól néz ki a skin. Csapaton belül volt egy ilyen solo queue vetékedés. Mint egy heti szinten csekkoltuk, hogy ki az, akinek a legkevesebb belúja van solo queue-ba. És akinek a legkevesebb belúja volt solo queue-ba, az adományozott egy skint annak, aki a legmagasabb volt. És én két héten keresztül én voltam a legmagasabb, akkor zsebeltem be ezt a Gwen skint. Meg az Illaoi-sat is, Snowmoon Illaoi. Jól jöttem ki belőle.
First blood. An enemy has been slain. Jó, ennyi. Most visszatépézek is már lénen. Azért használtam a flash-t igazából, egy jó trade-et kiszedjek. Ignite-os toppos ellen vagyok. Ez igazából. Na, marad is. Mondjuk a jungle difference ott lehet egyébként még. De alapból itt már nem tud lane-elni ellenem ez rámba. My blade is at your service. Én is csak tartok egy kicsit attól. Rengártól. Köszönöm szépen a feliratkozást. Ari the Cute, köszönöm szépen. Most nem szabad rádesselnem, hogyha meghalok, akkor az a veszélyes. Jön is a Rengar. Leignite-olt? Szerintem nem ignite-olt. És le fogja tudni majd fagyasztani a lényt. De szerintem nagyon sok HP-t tudok. Pusoljuk be kettőn. Gáz, ennek nem lesz jó vége. Na, mégis csak jó lesz. Vardolva gondoltam egyébként. Lehetett látni a játék stílusán, hogy valamit sejt. Sokszor nem jó egyébként várakozni ezzel a Gwen ultival. Sokszor jó, sokszor nem jó. Ez például az a szituáció volt, ahol jobb lett volna eldobni rögtön. Mert... ha... Lucidity.
Enemy killing spree. Enemy double kill. Ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Nem tudja, hogy én rengeteget állazok fel az őt. Shut down. An ally has been slain. Vagy mégsem. Mégsem. Worth it. Karthus az viszont nagy probléma, 5-1-es. Na, visszatépézek, gyorsan megpusolom. Mire is tartalékoljuk a TP-t, srácok? Женя. An ally has been slain. Enemy double kill. An ally has been slain. An enemy has been slain. Valószínűleg ki kellett volna bekelni. What the fuck? Mit csinálnak?
Jól van. Leszkéreljük őket egyébként nagyon durván, úgyhogy nem lesz itt probléma. Most vigyázni kell a Rumble-re. Valószínűleg midre fog nyitni. Topra nyitottuk. Már lehet, hogy van elég sebzésem, hogy két kombóval meg tudjam ölni. Sem beletem a sebzését, szerint. Hát nagyon disrespectful játszik egyébként. Ez ami nekem nehezen beesik, ezt kiszámítsam, hogy teljesen disrespektel valaki Vision-t, akkor hogyan mennek a trade-ek. Valószínűleg small trade-elnem kell egyébként. Mi azt jelenti, hogy W-t folyamatosan használni a trade-ekre. És akkor W cooldown, akkor pedig... fel kell adni valószínűleg. Ja, feladjuk. Gyere pusholt, és tudok veled megküzdeni, mert Rengar itt lehet. Bocs, te nem érsz oda időben. Elkapott, mert pedig hol akkor.
Viszonyi top-topra. Baruszt kéne strongside-ra rakni, vagy a Vladimirt. Nekem csak farmolnom kell. Vladimirnek... Miért nem jutnak... Senki bot lane. Mi akart lenni sár. Nagyon rossz lenyitás volt, meg kispingeltem, hogy topra akarok menni. Ez rendkívül furcsa volt. Na, Vladimir. Ennyi a bokra. Tessék, kipingelem neked, hol kell menned. Nem tudom, miért esik ennyire nehezére ezt elvintem. Ő a legerősebb játékosok, neki kell utolodokat szedni. A Rumble-nek egyébként nincs TP-je. Varus? Alszol? Én lemegyek botra. Midet azt nehéz tolni szerintem. Jól van, most nagyon fed lettem. Használtok Gwen lower-ra? Persze. Minden használhatok. Gwen az azért erős, mert full scale az is. Nem akar nekem senki segíteni?
kidájvoljuk, srácok. Rengár chase-elni fog minket. Ott nem tudok segíteni neki. A Varusra fog jönni. Előbb nyomom be a stoppot, csak ahhoz nem működik a dolog. Hello, segítsetek neki. Kaptam passzisztot. Nem, mi ez a Radiant Virtue? Ha. Milyen build-je van ennek a Varus? Na gyertek, gyertek, itt lesz valaki. Másodperc a sárkány. Addig össze kéne kaparni az onyát gyorsan. 250 arany. Ezt iszonyatosan megnyerjük ezt a fightet egyébként, esélyesen tudálnom kellene. Tudok felsultizni. Megpróbáltam valami mechanikát, ami nem volt ismerős. Nem baj, nem jött be. Legalább tudom, hogy ezt. East.
Slain. Got to stop one more of you. Mi a vélemény az új kialakult eredmény csapatokra? Vannak érdekességek? Meglátjuk, mi lesz belőle. Szerintem elég sok minden félre sikerülhet, hogy fél. Francesca Casey-re egyébként, hogy hogyan szuperálnak majd. Mert eléggé beleinvestáltak most ebbe, hogy egy erős csapatot összerakjanak. Sonya az benn ragadt. Játszunk sárkányra inkább. Messze vagyok. Jól ne rabadont. Kifarmolni. Ha nem tudom kifarmolni a Rabadont, akkor lehet érdemesebb egy Sheriff Flame-et egyszerűen megvenni. Karma gyorsítással nem bírok. Karma flash kijött. Suréliáját meg az E-t jobban kéne trackelni. Nagyon nehéz útikat betalálni. Aztán lehet, hogy csak rosszul célzok. Már most könnyebb lesz egy hextech lassításom. 53%-os lassítás, jól van, az jó lesz. Jól van, okosak vagytok, nagyon látom. Vagyis a mute. Nem lett a legjobb a build, amit ebben ennyire beleinvestáltam. Void Staff az nagyon kéne szintén. Rabadon valószínűleg többet ér Void Staff-nál.
with the Thanos. Gondoltam, hogy üldözött. Még volt egyébként zónyám, hogyha nagyon mélyre jött volna. Nem tudom, valószínűleg levánsatom, mi a tettem nyomni. Varus recolored. Ah, az jó mélyre ment. Ebbe elvett meg te. Na, menjen, pusoljatok. Idet kell tolni. Azaz. Szép-szép. Ja, hát mondtam én egyébként, hogy nagyon out le fogjuk kecskélelni. Hát nagyon erős csapatunk volt. Nagyon jó szkélelős hősök. Meg maga a team kompozíciójának minden volt benne, CC, sebzés, mobilitás. Tehát volt benne minden. Remélem, csak most kezdtem? Már egy... Mikor kezdtem? 2,5 órája szerintem nagyjából. ezres sebzése volt. Cartus broken, srácok. Ez a hős, ez nagyon erős tud lenni. De nagyon jó anti-Cartus team kompunk volt. Egyébként nincs is itt annyira sötét, nem tudom. Webcam a rosszul jön át a dolog. Dark Gamer Cave. Miért volt Radiant a Varuson? Egyébként szerintem rendkívül okos build volt tőle, mert Varusszal játszani az ellenfél hősei ellen az kb. Lehetetlen. Úgyhogy tankos itemet venni az nagyon okos. Látjátok, még Stoneplate-et is vett. Szerintem nagyon okos volt a buildje. Mert az ellenfél... Csak egy valakit tud ledive-olni az ellenfél, és ez a Varus. Senki más nem tudnak megölni. Engem nem tudnak megölni, hogyha tegyük fel, hogy ilyen 55-ben nézünk egymásra, szembenézünk. Csak a Varus tudják megölni. És ha neki vannak defensív itemjei, akkor nem lehet elkapni szintén. És sebzése így is volt bőven neki. Ha tudott auto-attack-olni, akkor rögtön meg is ölt valakit. Van neki Blade of the Ruin King-je, viccenje, meg runánja is volt. Nocturne leultizott. Nocturne ulti. Bum bum. Hmm.
Maradunk. Egy jó kis ban kéne. Bard bannál? Akali ban. Katarinánk lesz, akkor maradok a Bard bannál. Nagyon sok a Bardó tépi egyébként, tehát ezt mindig megéri kibannolni, ez a jó és ez... Nehéz ezzel elbírni. Ha valaki jó bárd, akkor nagyon erős tud lenni. Bármi Ruby a következő szezonra. Nincsen. Big Ben fogok maradni. Varus Janna. Oké. Rumble az nem lenne rossz ezen a meccsen. Már is hozom igazából. Power pick Rumble hozzuk. Let's get in the fight. Csak ne hozzanak rám túl sok AP-t. Na, tökéletes, ez egy erős team comp így. Halió dandom. Ha VB-t nyernék, akkor milyen skint kérnék? Hogy néz neki? Mindenképpen poppy skint. Kinézete az pedig sokban függne a csapatomtól. Ugye annak a színeiben kéne lennie. Hát nem tudom, egyébként a Riot-esek azok elég jó skineket tudnak kiadni. My blade is at your service. Egy VB-s poppy skinnek mindenki örülhetne. Bezi, köszönöm szépen! Feliratkozást, hello, sok sikert az új szezonhoz, neked is. Jó, Rumble az nagyon erős pick ezen a meccsen. Nézzük, mit hoznak rá toppon. Sok múlik majd azon is, de... Nagyon erős picknek tűnik. Ez a három hős ellen jó vagyok, a LeBlanc az problémás lehet, de... Elmegy. Valami AD hős kell nekik. Ilyen Renekton... Kassant, Jax, Gnar, Aatrox, ilyesmit kéne hozniuk. Merész. Ez LeBlanc top lesz akkor ezek szerint. Ez LeBlanc top lesz, hozok second windet. Hozok Magic Resistet, hozok Magic Resistet. Szerintem Qiyana toppal semmi problémája nincs Rumble-nek, azt úgy ledarálom, hogy nem is kell hozzá armor. LeBlanc top az problémásabb lehet. Ha, látom, emlékszel még, amit mondtam a streamen, Iszi. Majd mehet igen a névcsere valóban. Gwen. Ez a neve a játékosnak, Gwen. Jól van. Maradok a Doran's Ring kezdésnél. Hát kicsit irritáló lehet az LeBlanc, de... De csak ennyi. Mondjuk nincs elég tapasztalatom LeBlanc toppok ellen, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire erős a laning fázisa. Szerintem óvatosabban fogom megközelíteni ezt a meccset. Q betű kezdés az mindenképpen menni fog. És akkor utána nézem, hogy mennyi HP marad, amit nem bepusholom.
Nem unalmas kicsit olyan brutálisan megverni minden másik top lanert? Nem. Ez akkor lenne unalmas, hogyha még a szezont is megnyernénk mellette. Elég magabiztosan. De még akkor sem lenne unalmas szerintem. Hát igazából pont ez a célom majd a következő évre, hogy ezt a domináns teljesítményt, amit most ugye felépítettem a szezon második fele felé. Ezt ugye a téli kupán is fent tudtam tartani, és akkor ezt most a szezon során is fent tartani. Ja, ez elvileg egy easy winnek kell, hogy legyen, mert nagyon outdraftoltuk őket, és elég sok a fieldjük is. De pont az ilyenek szoktak nehezek lenni. Azért. Oda szokták magukat tenni ezek a field játékosok. LeBlanc top longsword kezdéssel, na ne vicceljünk már. Mit keres egy longsword kezdés LeBlanc topon? Na, itt jön ez a tália. Na ne vicceljünk már. Most meg trollkodnak is, próbálunk egy ignite-os rumble-t. Tália jungle elegen kellni setup nélkül. Na, most megbújok ebbe a bokorba, be fog face-checkelni. Nem tudja, hogy itt vagyok. Oké, kevés HP maradt. Megeszem a minion wave-et aztán. You have slain an enemy. Rikoloznom kéne, mert visszatépézik. Challenger flash volt. Azt hittem ilyen Fiesta csak diában van. Hát... Ezt lehetne dive-olni ezt a LeBlancot. Tudtam, hogy vissza fog jönni. Annyira greedy vagy. Annyira greedy vagy. Annyira ismerem ezeket a LeBlanc játékosokat. Pont figyeltem rá, hogy vissza fog odaugrani. Nem tudom, elhiszem, hogy minden ezt csinálják, de toppon ez nem fog bejönni. Top az... Nem, ilyen hősöket nem lehet topra hozni Rumble ellen. Rájön meg a menet. Jó, Jana, meghallgatok. Ha Kiana is jön, az már sok lesz. Level 4-es Janna. Oké.
jól van. Kár volt leignite-olni, fel a Ghost-on a torni. Misplay, misplay. An enemy has been slain. Slow stack. Stackelek két wave-et aztán. Megnézem, mennyire tudom toronyával kiszedni. Hát elgrideli magát megint. Táliát látjuk, oké. An ally has been slain. Hát én is sejtem, hogy jönni akarnak. Azokat meg lehet fogni, nincs kös. An enemy has been slain. Rampage. Ja, swappoljunk vissza. Már figyelnem kell ezekre a tárgyagenkekre egyébként. Elég szépen megtalált most párszor. Nem olyan egyszerű azt túlélni. Hogyha hagyom, hogy a LeBlanc leláncoljon főleg. Ötven farmom van 10 perc alatt. Elég vérengzős volt lenni. Ezt megint Itália? Ne tudnak már sotolni? Valószínűleg. Oké, ott van még. Shut down.
egyébként ezen a meccsen lehet, hogy Merc Threads-et kellett volna játszani. Kell használt az ultiát. Killing spree. Na meg valami kikájtam, most lehet bázisba menni. LB az counterpick volt, vagy blind? Autofield játékos, valószínűleg LeBlanc OTP vagy valami hasonló. Counterpick volt, de nyilván nem counter. Rumble-re nagyon nincs counter egyébként alapból sem. Sőt, nincs counter-re. De nagyon nincs. Azt mondjuk ügyesen dolcsolgatok. Na most megvan neki a power spike sem. Current plating will fall soon. Akkor a hitboxja van ennek. Nem tudom, hogy ezt növelték-e, de úgy veszem észre, mint a Thalia-nak a dupla V-je az. Range legalábbis nagyon megnőtt. Azt gyorsan meg kell ölni. Level mine. Level Jaron, ez nagyon fett. Egy itemes városzatú van satolni.
Most trollolunk most. Hopp. Ez megvan. Nem tudnám megjönni. Fél a Kianától? Szerintem nincs manája meg hátul. Jó, srácok, majd rakok nektek egy osztori lámpát legközelebb. Extraként. Jó, és kezdjünk kell fókuszálni ezen a meccsen, mert ezt eldobni az kárt lenne. Nem szkérelünk annyira jól, hogy fejtsük, elég erős teamkampjuk van. Nekünk az erősségünk az, hogy a laning fázisban ledaráljuk őket. Na innentől fogva, bármi lehet egyébként. Félek, hogy mi van itt. Sötétségben mi vár. Oh, micsoda ultim volt ez. Micsoda ultim. Reveal-eli egyébként a Kianát a Horizon Focus-szal, kíváncsi lennék. Hatalmas counter rá, ha igen. Meddig lesz ma stream? Még egy meccs azután. Darius csak elúszott ott. Not bad. Dominating. My blade is at your service. Nem tudjuk közgete. Levente! Köszönöm szépen a subgifted dandomnak.
topot kéne nyomni. Nincs Varusnak flash-je. Látok Varust, akkor már... Ennek is Radiantja van egyébként. Itt tűnik ez egy ilyen. Van át, mert Radiantja van ennek. Még ez egy build. Valaki. Biztos játszott ezt a build. Nem tűnik egyébként gyengének valóban. Elég tankos. Rumbleként nem tud le one-shotolni a carry-ket, akkor elég kellene plantitálni. Anti-rumble build. Úgy tűnik azért valamilyen szinten előnybe kell lenni, hogy ezt a buildet ki tudj használni. Álljon a tárja. Tárja ledarált minket, srácok. Vagyok egy Void Staff-ot. Csak emiatt, mert ilyen izéket épít. Hát nem tudom. Annyira nem adja az nekem az a Void Staff. Ami jó lehet, az viszont... Morello. Sok healingjük van. Az volt egyébként a tervem itt a Flash-sel. Ilyen reakciót teszteltem, hogy... Gondoltam, hogy ott megbújhat a varus. És úgy voltam vele, hogy megbújik. Szeretném megpróbálni rögtön kipróbálni az útját. Szerintem nem sikerült volna ezt a útját. Reakció teszten nem mentem át. Ezt mit csinál egyébként a csapatom? Pontosan troll ultizik és execute-olgatja magát. My blade is at your service. Bédájó, illetve Levente, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat. Új season vélemény. Már örülöknek, hogy ennyi mindent változtatnak. Ráfér a friss szellő. Éreztem, hogy ez lesz. A játék stílus az nem úgy változott, mint aki jöttek volna az ultjaink. Hát, milyen megoldás volt. Ezt meg tudja ölni egyébként, ez csak egyedül van. Rá lehetne fordulni. Na, felopja. Tudunk nasorozni. Healing reduced 1500. A Morello befektetés az elég gyorsan megérte egyébként. Ezt egy potit aztán beendeljük. Nosor után. Nem is tudom, kit fókuszálják. Most nincsen flash-i ennek meg ennek. Ezt jól lehet kombózni a Jarvan-nal.
Letalit is vein. Nagyon érdekes. Ez se annyira az igaz. Annyira nem akarok esetződni. Megöletetlen ez a Varus. Itt szerint már. Valóban Jarvan lekerüli. Cooldown reduction is Jarvan. Hol a stopwatch? Stopwatch az benn ragadt ezek szerint. Nem vettem meg. Meg megvettem volna valóban. Amíg nem volt elég pénzem rá. Full itemet kellett venni. És utána... inkább vettem... inkább vettem potit. Fun game volt, ja. Mondhatjuk. Hát... elég easy win volt végül is. Mondjuk volt egy comeback lehetőségük, de ez a LeBlanc top, ez nagyon nem jött be. My blade is at your service. Kiút meleg szendvics, köszönöm szépen a feliratkozást. 8. hónap. Üdvözlet. Vadász, vadász kezdetű vicc. Top 3 high elo solo queue jungler, kiket mondanál? Hősök szerint? Belvet. Azt látjuk, hogy eléggé terrorizál. Jarvan. Ez nagyon erős solo cube, ez a cooldown reduction-os Jarvan, ezt mindig látom a Pritani egyébként. És valami Thalia is. Thalia is szerintem, az AP junglerek azok elég erősek. Hát nehéz mondani top 3 junglert, mert annyi OP jungler van srácok, hogy itt nem lehet csak 3-at mondani. Briar, ha Briar is OP tud lenni, persze. Evelyn OP. Lee Sin OP. Összes jungler OP igazából, Kane is még OP, hogyha megszalad. Tehát ez tényleg azon múlik, hogy ki mennyire skilles. Junglerben csak a skill számít, lehet solo carryzni rendesen. Karthus. Ja, a Karthusnak is van ereje egyébként. Én annyira nem vagyok a híve ezeknek az AP junglereknek jelenleg. Lilia is erős tud lenni egyébként GP-ből, de... azért nem szeretem őket, mert nekem nagyon jó AP hős poolom van top lane-re. És ezek akkor kizárnak engem, amikor ezeket hozzuk, mert nincsen szinergia. Meg általában nem rendelkeznek CC-vel.
Briarnek igazából ez is az erőssége, hogy meglepő, de szerintem a legjobb junglerek ezért elbírnak vele. Nagyon AP-s champion, Fure, Necton, Poppy. Gondolok itt a Kennenre, Rumble-re, Gwenre. Ezek nagyon OP carry hősök, amik bármilyen meccset jó kondíciókkal le tudnak hozni, viszont az már jó kondícióba se lehet őket hozni akkor. Hogy mit mond. Már túl öreg vagyok ehhez, srácok. Ez az ilyen fiatal duma, ez már nekem nem szokott átjönni, hogy mit is jelent pontosan, amit mondanak. Szintra top? Ah, van egyébként benne valami. Maradok a Kai'Sa bannál most. Érzem, hogy ez a Kai'Sa bann az kell. Oké, bannolok Rumble-t. Ezeket belokkoljuk és Rumble-t hozzá ellenfél, ez játszhatatlan. Rumble, ez nagyon megenni ezt a team kompot. Jól van, kibannolom. Most később kéne pikkelnem. Ez egy olyan meccs, ahol ha early pikkelek, akkor az nagyon nem jó nekünk. Ha early pikkelek, akkor valószínűleg Renektonra mennék rá, de ez rosszul is elsülhet eléggé. Na, megkaptam a last picket. Camille-t bannolt valaki, oké. Milyen hős bannolsz? Ki az, aki Camille-t bannol, milyen hős szeretne hozni? Vajon? Gnar-t? Lehet. Gnar, blind pick, solo queue van? Őszinte leszek, az egyik legrosszabb választás. Köszönöm szépen a hype train-t! Milyen review-t? Mostanság nem tudtam követni a munkásságodat, de érteklődnék, hogy milyennek érzed mostanság a játékot, metát és milyen a csapat. Szerintem most egész... Mondanám, hogy skilles meta van jelenleg, de ugyanakkor eléggé kiforrott már, tehát nagyon sokat kitapasztaltak belőle a csapatok. És pont ezért szerintem jó is lesz majd ez a váltás a következő szezonra, hogy új pálya, kicsit minden itemet megváltoztatnak, ez most eléggé szükséges a játéknak, úgy érzem. Csapat az... én mondjuk kicsit csalódtam a téli kupán szereplésünkön, ott sokkal többet kellett volna ennél hozni. Tehát alap dolgok hiányoztak, amiknek ki kellett volna épülnie így a szezon során egyeseknél. És ezek hiányoztak, ez eléggé problémás volt, de alapból meg voltam velük elégedve így a szezon során. Tehát elég jól lehetett velük összedolgozni, megfejlődni, együtt fejlődni. De valahogy az alapok kimaradtak mégiscsak a vége fele. Keren top lane. Lehet megint egy Gwen-es meccs lesz, vagy egy GP is. Vagy extra CC-re van szükség. Szerintem egy GP az egyébként nem rossz ezen a meccsen.
Illaoi. A Illaoi még jobb talán. Gyere Illaoi. Az új skinemet előhúzom. CC. Ja, hozok öltene szépet, ez kell. Ha maradok az Overgrowth-nál, az hasznos tud lenni. Oké. Okay. Felállásom kicsit változni fog, de az még nem hivatalos, hogy kikkel, úgyhogy nem is mondok semmit ezzel kapcsolatban többet. Majd... majd kiderül. Na. Meg is jött Garen OTP az utolsó meccse. Nyomassuk nekik. Adri, az egy... régi név az Adri. Giantsnál játszott még régen. Jó ideje nem láttam már a nevét. Lurzor jungle? Számíthatunk el egyszer visszatérésre a jövőben? Lehet rá számítani, de ez a teljesítmény, amit nyújtottam a szezon másik felébe, ezt kell stabilan hozni igazából hozzá. Szerintem az egy alapkitétel, utána pedig szerencse kérdése, ugye? LEC-be úgy látom, hogy sokkal nehezebb most bejutni. Tehát tényleg kell egy jó adag szerencse is hozzá, hogy a csapatok téged választanak. Szerintem stabil teljesítmény az általában. Elég jó alap szokott ehhez lenni. Welcome to Summoner's Rift. Phase rush jól van. Mana problémákba ütközhetek majd, ugye csak Presence of Mind a mana forrásom. Minions have spawned. Nem zavarnak az új skinek. Felel nekem ez a Snow Moon Illaoi, ez nagyon bejön, ez messze a legjobb Illaoi skin. Messze a legjobb. Kicsit cover ölet neki hát a Leaking Maidennek. Alapban nem nagyon szeretnék a cliché-elni. Persze, hogy le tudod szólózni. Nem is akarok viselni, csak coverolok. A lászítelés ez nem nagyon adja. Talán nem biztos. Visszatépézek. Flash-ét elhasználta. Szerintem ezt be tudom most crash-elni. Nem tudja megfagyasztani.
Nekem van még flash sem. Hogy lesebeztem a wave-et kicsit. Be kéne time-odnom a flash-eket. Lee Sin-nek a flash-je az ugyanaz, mint nekem. Egy másodperc, 850. Gondolom van neki reduced. 905, jungle. Na. Ez party chat. Ez a party chat. Mi volt ez a hang? Valami notification lehetett, de most nem tudom, hogy mi. Pusolja be. Mindegy. Nem olyan rossz ez így. Mi ez itt? Tábort állítottak top lane-re. Így is level előnyöm van a Garennel szemben. Nekem ez nem vészes egyenlőre. Lényeg, hogy túléljem. An ally has been slain. Ja, hát van a problémáim vannak, tehát mit lehet tenni. Kell a Tenacity ezen a meccsem. Megvan az Iceborne Gauntlet, onnantól elég jók lesznek a trade-ek. Kicsit kevés sebzéssel rendelkező build ez az Iceborne, de... Lee Sin plusz Garen ellen nagyon erős lesz.
Le kell adni a szállatot. Létek vagyok. Geren ott van egyébként. Én a belem van. Érdekes. Ó, kapok pár plétinget. Enemy killing spree. Úgyis visszajön az egyébként, srácok. Ismerem a fajtáját. Na, nem jön vissza, jó. Na, ott van az persze. Lehet, hogy Varga volt, vagy nincs a streamer. Nem jó, most elkezdtünk ácsorogni valakos a játékot. Túlerőltetett volt. Enemy
destroyed. Ó, hát ilyen meccseket itt már nem csak értelem van természetesen. El lehet vele kicsit szórakozni még. Óriási hátán. Most nincs nagyon cícén. Az ára kell mondjuk még lehet reménykedni, amit összehoznak. Most hatalmas erőnyt adtam a Gerennek is a TP-mmel. Merc Threads-es Lee Sin-t azt nem lehet megfogni. Ilyen könnyedén. Flash-e is volt vége egyébként. A Black Cleaver után én sem leszek gyenge, de 1-5 beállok, úgyhogy erős se leszek. Maradok side lane-en hátra. Geren is valami hasonlót fog csinálni, elkezd roamolni. Kövő elkezd roamolni, akkor biztos bele vannak. Hogyha Lee Sin-nel playmaker valaki, akkor azok. Simán. Na nézzük, flash nélküli csinc túlélje. Még rugása is volt valami. Your turret has been destroyed. Kaptam egy kill-t is Rossis mellé. Ez a Geren ez még nem mozdult off-ra, ez csak üti a tornyokat. Rátrítődik szerintem. Megvédem. Ezt megtanáld? Lightbreaker would be. Your
Your team has destroyed a turret. Összejön a Black Weaver, tudnék venni utána a Full Breaker-t, vagy Terakot. Elég erős tudok lenni akkor. Csak elég alacsony szintű vagyok levelem szerint. Az a fő probléma szerintem. De van sok a legyvelkot. Az nagyon hasznos lesz itt tényleg. Az a baj, hogy... Ez utolsó meg sem nincs. Na jól van. 5-0-ája. Most fel lehet adni. Ami lesz, arra is lehet számolni, hogy jól van. Köszönöm, hogy vagyok. Ebből tényleg itt az ideje kimenni. Tessék a nyíltat a másikról. Nem, ő már jó. Volt a szíves. Nem, ő már jó.
Hát Ália is ami olyan balanszú. Ezt nem fogja megfogni. Tárja le kell is látok. Rengeteg pénzem van. Ha még egy ilyen kombót elnyom, akkor... Á, nem szkérel egyébként jól az ellenfél csapat. Az a baj, ezt a masort nem tudjuk megakadályozni. Tárja is nagyobb szintű a lesz. Hát nem tudom. Talán van valami esély. Mindenki meghalt. Még elnyomni az útit se. Nem úgy toppat csak. Egyet a Jónénak. Elfield puff volt. Hát ez az, hogy jó Lee-színek azok eléggé le tudják carryzni a meccseket. My blade is at your service. Mondjuk gyanítom, hogy túl könnyűvé tettük neki dolgát. Azzal, hogy ugye level 1-et ennyire elvesztette meg Eren ellen. Bence Joe, köszönöm szépen feliratkozást. Specialbe a legkomolyabb topposnak. GG, well played, Csacsi Kerry. Köszönöm szépen, Bence Joe. Mi lett a mai arány? Na, szerintem elég rossz lett. Nem tudom, 2-4. Ja, 2-4 lett. Na, nem baj. Most kicsit ez a rusty nap volt, a rustyságot kellett kicsit lerázni. Holnap is lehet még az rámegy, de utána már jó lesz szerintem. Na kit, kit raideljünk be? Kis Adam solo queue depression. Az jól hangzik. Dandom is streamel. Akit néznétek szívesebben. Van Kis Ádám, van Dandom, van Paresz. Ne Dandomot. Kubu. Kubu is van, ja valóban. Jó, legyen AK-ben, berédeljük AK-t. Adam kis AK. Jól van, akkor holnap
stream az ugyanebben az időpontban várható majd, ilyen 16 óra körül, 16:30-16, 15:30 talán, valamikor ez időtájt, ez is egy ilyen 3-4 órás lesz valószínűleg. Köszönöm, hogy néztetek, aztán holnap oda se fogunk nekik jobban. Ciao, ciao. Szép estét, sziasztok. Kis lámpával megoldjuk.